Még aztán jó összezavarja az emberek, egészen. Figyeljenek ide, ezek tök hülyeségeket beszélnek. Azt mondta a Farkas Tóni, aki a Víg Színház egyik jeles színésze, és eszetlen jól tud főzni, hogy a kötözött sonkát bele kell tenni egy vízbe, és az első 10 perc után a vizet le kell önteni róla. És egy új vizet kell indítani, hogy ne legyen olyan sós, hát és abban benne kell kifőzni. Így csináltad? Nem. És sós nem volt? Nem volt olyan sós. Akkor hülye a Tóni. Bocsánat! Nem úgy értem. Szóval így csinálják. A legjobb receptet a Farkas Tóni csinálják. Kucika, hát ez attól függ, hogy mekkora lábas és a sonka aránya, hogy így fejezzem ki magam, mert nagy a sonka, akkor tényleg le kell róla önteni a vizet. De ez egy kis sonkát tövet. Ez kis sonka. Tóni bácsi volt, amit bocsáss meg, amikor leszerződtünk oda, főiskolások, és akkor leszerződtünk, sokan szerződtünk abban az évben, és odállt elénk a Tóni bácsi ekkora hasonlóan, és azt mondta, na, kislányok, most megtudhatjátok, hogy mi van az én hasam. Mondta, nem tudjuk, Tóni bácsi, hogy mi van. Szar. Így beavattak minket a művészetbe. Elmúlt fél évben megettem egy trabantot, mondta. Mindig azt mondta, hogy azt mondta a lányoknak, hogy ismered a hét fogást, de már második a pinnat. Hát... Én azt hiszem, hogy ilyen szépen élő kollégáról már rég...